Ez most egy ilyen végtelenül spontán videó lesz, mert hogy az történt, hogy amikor legutóbb mentem Salföldre, nézzétek meg az előző videót, akkor az útvonal tervező éjszakról vitt be a Káli medencébe. Ezt egyébként mindenkinek ajánlani, tudom, hogy gyönyörű útvonal. És ahogy jöttem a 8-as úton, és jobbra néztem, egyszer csak megláttam valamit. Most megint erre hozott az utam, hirtelen felindulásból lekanyarodtam, és megnéztem ezt a valamit. De hogy mit? Nem ezt. Megpróbálok nem szédítően fordulni. És nem is ez az, ami miatt megálltam értelemszerűen. Na de abrakadabra most jön a varázslat. Az a baj, hogy hiába próbálkozom mindenféle szöggel beállítással, de ezt a kontrasztot egyszerűen nem lehet visszaadni. Na, talán... Így. Hát ilyet azért kevés helyen lehet látni. Szóval ez itt Hajmáskér, ahova lekanyarodtam. És konkrétan ez a császári és királyi tüzér laktanya, amit 1907 és 1911 között építettek. Aztán jöttek az oroszok, belakták a laktanyát, és hát ez maradt belőle. Ez persze nem az ő művük, mert aztán a rendszerváltás se tett jót az épületnek. Az oroszok csak annyit csináltak, amit szoktak, hogy amit tudtak, azért azt úgy lelaktak, lepusztítottak. Volt itt például két templom, az egyikből mozit csináltak, és hát a rendszerváltás után meg jöttek a fosztogatók és elvitték, ami az oroszoknak nem sikerült, és azóta romlik ez a fantasztikus épületkomplexum. Amik a helyi drogosok nyilván jól érzik magukat, csak talán ennél azért többet érdemelne. Hogy a méreteiről úgy nagyjából képet tudjak adni. Ez a rész itt egy önálló kis város volt a városban, több ezer katona élt itt, és önfenntartásra rendezkedtek be. Volt itt lovarda, több ezer lónak vágóhíd, két templom, színház. Aztán a rendszerváltás után kezdték el lebontani a romos és életveszélyessé vált épületeket. Azt hiszem, hogy most már a 40 vagy a 60%-a, na mindegy, szóval majdnem a fele már eltűnt, azok azt már ledózerolták. Egy-két épületet megmentettek, itt ahogy begurultam, van egy szépen felújított rész. Ja, semmi közepén egyébként úgy lehet érezni, hogy valaha itt volt körülötte valami, de most ő, hogy ott maradt a réten, azt felújították, és ott egy múzeum kapott helyet, illetve egy másik épületben pedig egy általános iskola nyitotta meg a kaput, az is nagyon jól néz ki, de itt ez a fő rész, hát ez ennyi. És itt mászkálgatok már néhány perc, és egyszerűen nem fér a fejembe, hogy egy ilyen érték, hogy pusztulhat el így, és ennyire a szemünk előtt. Nagyon kár érte. Az orosz barátaink ide rittyentették ezt a kis lakótelepet az épület köré. Gondolom nem bírtak megbarátkozni az épület stílusával, és hiányoztak nekik az otthoni ízek és formák, úgyhogy ez lett belőle. És a dicső múlt az továbbra is itt kísért. Hát ez így nagyon hangulatos kép.
Jó napot. Itt tetszik lakni a környéke? Igen. Hol? A lakótelepen. Itt a lakótelepen mögöttünk. És mit kell tudni az épületről? Mert nagyon gyönyörű, szép, aztán van nagyon vacakul néz ki. Igen. Életveszélyes. Aha, nem is nagyon lehet bemenni. Nem. És milyen itt lakni egyébként? Milyen itt lakni? Hát, őszinte vagyok. Úgy volna pénz, mint ahogy nincsen, nem mennék innen. Nem jó környék? Aha. Itt a rendőrség meg a menti a tűzoltó. Itt a sok kábítószeres itt van. Ja, itt a, bent vannak a romok? Vagy hát az persze, itt is szipoznak meg. Aha. Itt is szipoznak. Akkor, hát akkor duplán kár érte. Igen. Az épület életveszélyes, azt mondják itt a helyiek. És hogyha bejövünk, akkor ez nagyjából igazolást is nyer. De még így ebben a mocskos, szétcseszett állapotában is egészen elképesztően jól néz ki. Hát, mutatom, hogy mik belépkedek, miért csörög itt a lábom alatt. Ez volt a főépület, de ugye 60 épület volt korábban, nem tudom mennyi maradt meg belőle. De szerencsére a főépületnek se kell magányosan pusztulnia, vannak az elmúlásban társai. Ő egy egyszerűbb, de azért ő is valaha jól nézhetett ki. Az a néhány apró részlet, ami még megmaradt, azért azt mutatja, hogy érdetett itt a hangulatra, még a egyenruhás. Magyar vitézek masíroztak mindenfelé. Nekem nagyon fáj a színem ezért az egészért.
Sőt, folyamatosan azt éreztem, hogy nekem most innen minden hamarabb el kell mennem, és mivel ez egy spontán megállás volt, el is mennék.